Kedves nézők, Horváth Gábor vagyok, és köszöntöm Önöket a Fénytévi Sporthét műsorának elején. Kezdünk! Szót ejtünk a sport összefoglalónkban szótejtünk a is 100 éves fociról, majd rátérünk arra is, hogy átalakul a romániai égkorombajnokság, és hogy Székelyföld kupával rajtol a hazai hoki idény, majd bővebben beszámolunk arról is, hogy a sepsi szik házigazda lesz az Euróligában, és összefoglalunk végén egy negyedórás interjút közlünk a meghívott vendég Kercsó Zoltán, a Gyergyói VSK ideiglenesen kinevezett ügyvezetője lesz. Száz fociára emlékeztek Gyergyószentmiklóson a múlt hétvégén. A 70-es évek, illetve a 80-as évtized eleje volt a fénykora a Miklósi labdarúgásnak, amikor előbb a céligás szereplés jelentett sokat, majd pedig a második ligába jutás miatt uralkodott Eufória városban. Ekkor a következő években több ezer néző követte a jövő FC mérkőzéseit. Az akkori szurkolók és persze az egykori játékosok ma is nosztalgiával gondolnak vissza azokra az évekre. Múlt szombaton nyilván ez az időszak kapott kiemelte figyelmet, de természetesen az 19 1968 előtt és a béligás évek után is volt, van foci Miklóson. A székely sport tudósítása szerint kerek 100 évre tekintettek most vissza, amelynek a kezdőpontja 1921-ben volt, amikor megalakult az atlétikai klub és benevezett a marosvásárhelyi területi bajnokságban. A Miklósi foci ünnep múlt pénteken az örmény templomban tartott megemlékező szentmisével indult, majd szombat reggel a temetőben helyeztek el koszorót az elhunyt labdarúgók, edzők sportvezetők emléke előtt fejet hajtva. A labdarúgó pályán a bejárat közeli találkoztak a városban élő, illetve az eseményre máshonnan visszaérkező egykori csapatások. Itt állították fel a szervezők azokat az állványokat, amelyeken több évtizedből összeválogatott csapatképek, mérkőzés jelenetek fotói kaptak helyet. A ma 60-70-80 éves öreg fiúk és persze a fiatalabbak is, akik gyermeként élték meg a legendás időket, hol vidáman, hol elérzékenyülten idézik fel a képek által megőrzött pillanatokat. A pálya gyepén folytatódott az esemény, ahol Puskás István, a jövő FC elnöke rámutatott az egykori béli kollégás elért eredmények ma lelki erőt kell adjanak és kitartást azért a célért, hogy újra szép időket érjen meg a Gyergyó -Szent Miklósi labdarúgás olyanokat, mint 40 éve, amikor 3000 ember is szurkolta a leláton és hétközben epekedve várták a hétvégi meccset. Az, hogy a szép idők elmúltak, nem jelenti azt, hogy nem jöhetnek el újra. Szögezte le Puskás, azt kívánva, hogy a következő száz évben is legyenek olyan emberek, akik nem csak hogy szeretik ezt a sportágat, de sikereket, eredményeket is el tudnak érni. Ezt követően a helyi és megyei politikai műsorvezetők is felszólaltak, köszöntve a száz éves labdarúgást, de valószínűleg nagyobb figyelem követte a díszvendég Hajnal Gyula felszólalását, aki egy rövid ideig edzőként is dolgozott a jövőnél, Publik Antal, a csapat volt játékosa és edzője, és a Béligás csapat nevében megszólaló Nagy Zsolt szavait, akik a régi időkből emlegettek fel az azt átélők számára felejthetetlen eseményeket. Az esemény zárásaként a ma a Gyergyói VSK által fenntartott felnőtt csapat a keresztúli Egyesüléssel játszott barátságos mérkőzést, amelyen kettő kettő lett a végeredmény. A Székely Sport azt írja, a politikusi felszólalásokból egy mondatot mindenki érdemes kiemelni. Parti Tiamér, a megyei önkormányzat alelnöke kijelentette, következő személyes vállalása a pálya és a lelátó teljes felújítása lesz. Nyolc csapat indul és nem lesz rájátszás, ez a két alapvető változás várható a 2021-2022-es romániai felnőtt jégkorongbajnokságban. Újdonság van a román kupa lebonyolításában is, ahol nem rendeznek bronzmérkőzést. Közítette a Román Jégkorongszövetség, tehát az RIS a közelgő 2021-2022-es szezonra vonatkozó versenykiírásokat. Ezek számos olyan újdonságot tartalmaznak, amelyek eltérnek a korábbi években megszokott rendszertől. A legfontosabb az, hogy a következő bajnokságban nem lesz rájátszás. A rangsor a szezon közben elért eredmények alapján alakul majd ki. A kiírás nem sorolja fel név szerint, de a korábbihoz képest egyel több csapattal számol. Csatlakozik ugyanis az eddigi mezőnyhöz, Sevsi Szentgyörgy és Kizdivásárhely közös együttese. Mint ismeretes, a 2020-2021-es bajnokságban 7 csapat szerepelt, ezek között a következő volt a sorrend: Brasói Corona Wolves, aztán a Csíkszeredai Sportklub, a Galaci CSM, a Gyergyói Hoki Club, a Bukaresti Ciawa, a Sapiencia U23 és a Sportul Studențesc. A 8 együttes előbb egy teljes kört játszik, ahol dupla fordulókat rendeznek, azaz két nap alatt kétszer találkoznak a felek, idegenben is hazai pályán is. Ez 28 mérkőzést jelent, majd egy-egy csapatnak. Ezután ketté oszlik a mezőny, és az első négy külön folytatja a korábbihoz hasonlóan dupla fordulókkal, ami újabb 12 mérkőzést jelent minden csapatnak. Az 5-8. helyezettek az alsóházban folytatják, ott szimpla fordulókat rendeznek, azaz alkalmanként egy-egy meccsre kerül sor, vagyis hat találkozót játszik mindenki. Lényeges, hogy az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeket, Tovább viszik a csapatok. Nem változik a légiósokra vonatkozó szabály, vagyis továbbra is hat külföldi játékos nevezhető egy mérkőzésre. A kapus azonban továbbra is csak romániai állampolgárságú lehet, 5 ifjúsági, 16 évet betöltött játékos nevezhető egy mérkőzésre. Hosszan a kiírás a járványügyi előírásokat, de igazából a legfontosabb ezek közül az, hogy az adott mérkőzés pillanatában érvényes szabályokat kell majd betartani. A legtöbb szabály ugyanúgy vonatkozik a román kupára is, ennek azonban már a csoportbeosztásait is közzétették. A legutóbbi bajnokság elért helyezések szerint az egyik csoportban Brassó, Gyergyó Szent Miklós, Asztiáva és a Fenestella 68 HC néven benevezett háromsziki csapat került, a másikba pedig Csíkszered a Galac, a Szapiencia U23 és a Sportol. A két csoport első játsza majd a kupadöntőt, a korábbiaktól eltérően az idei kírás nem említ bronzmecset, azaz a harmadik helyért nem rendeznek mérkőzést, adja hírül a székesport. Sport. Az RIS honlapján megtalálhatók a női, illetve az U18-as és U16-os korosztályú bajnokságok verseny kírása is. Itt még nem szerepel, hogy kik lesznek a részvevők, de azt már tudni lehet, hogy a női csapatok hat tornán találkoznak, és az itt elért eredmények alapján állítanak fel végső sorrendet. Az U16-os és U18-as bajnokságban dupla fordulókat rendeznek, majd az első két helyezett meccsel az aranyért, a harmadik és a negyedik pedig a bronzéremért. Kisebb korosztályokban idén sem rendez bajnokságot az RIS. Székelyföld kupával rajtol a hazai hoki idény. Négy csapatos felkészülési tornát rendez augusztus végén Csíkarcfalván a Székelyföldi Ékorong Akadémia csapata, a Sapiencia U23. Az augusztus 27 és 29-e között a Felcsiki műjégpályán zajló Székelyföld kupa első kiírására eredetileg a Gyerjői Hoki Klub együttesét is meghívták, de ők a korábban lekötött külföldi felkészülési mérkőzések miatt nem tudnak részt venni. Az augusztus végi tornán a három Székelyföldi csapat, a Csíkszeredai Sportlóba a három Ágyusok és a Sapiencia a U23 csapata mellé a bukaresti Sztiáva kapott meghívást. A Székelyföldkupán visszatérhetnek a szurkolók a lelátóra, minden találkozó nyitott lesz a nagy közönség számára. Játéknaponként két mérkőzése kerül sor, egy napi egyel mindkettőre be lehet majd lépni. Ezek a helyszínen vásárolhatók meg felnőttek számára 15, gyerekek számára pedig 5 leért. A Székelyföldkupa programja augusztus 27-én pénteken 15 órától a Csíkszeredai Sportklubba a Bukaresti játszik, 18 óra 30 pedig a Szapi a U23 a háromszéki ágyusokat fogadja. Augusztus 28-án szombaton 15 órától az ágyusok a stjávával játszanak, 18 óra 30 perctől pedig a Szapiencia a sportklubban. Aztán augusztus 29-én vasárnap 15 órától az ágyusok a sportklubban néznek farkas szemet, míg 18 óra 30 a Szapiencia a stjávával játszik. A Sepsiszik házigazda lesz az Euróligában. Nagyszerű sportdiplomáciai sikerről számolt be a Sepsi Szentgyörgyi Sepsiszik, ugyanis a Sepsi Arénában rendezik a női kosárlabda Euróliga egyik selejtező tornáját. A Sepsiszik hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy az Európai Szövetség döntése értelmében a Sepsi Arénában játszak a hármas torna mérkőzéseit. A rendezésre szintén pályázott az atomerőmű KRC Szexárd, amely a házigazdákon kívül a török Belonák Kajszeri csapatával találkozik a csoportkörbejutásért. A mini torna győztese a fő Fő táblára kerül, a második és a harmadik helyezett pedig az Európa Kupában folytatja szereplését. A selejtező csoport programját a főtábla csütörtöki sorsolás után hozzák nyilvánosságra. A mérkőzéseket szeptember 21 és 23-a között rendezik. A magyar bajnok Sopron Basket automatikusan az Euroliga 16 csapatos csoportkörében szerepel. Kercsó Zoltán személyében új vezetője van a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklubnak. Nagy tervekkel lát hozzá a feladathoz, a Városi Sportlétesítmények ügykezelése mellett számos rendezvényt szervezne, továbbá az egyesületek működését is összefognán. Az elkövetkezendő percekben egy negyedórás interjút tekintetnek és hallgathatnak meg Kercsó Zoltánnal, a VSK új vezetőjével. Tisztelt hallgató Kercsó Zoltán személyében új vezetője van a Gyergyószentmiklósi Városi sportlumnak, tehát a VSK-nak, nagy tervekkel lát hozzá a feladathoz. Azt írja a pontra, hogy a városi sportlétesítmények ügykezelése mellett számos rendezvény szervezne, továbbá az egyesületek működését is összefogná, úgyhogy köszöntöm az új igazgatót vagy vezetőt, Kercsó Zoltánt. Szia Zoltán! Szia Gábor! Hát te... Most... Hát az első kérdésem az lenne, hogy lesz-e pénz, és mire lesz pénz? <gül> <gül> jól kezdve? Nagyon jól kezdve. Pont most péntekre összehívtam egy olyan találkozót, amin a sportfő sportfőszereplők, tehát az összes vezető meg fitnesstermek üzemeltetői edzőköt hívtam meg, és az pénteken három órától lesz, és kik, beírtam a meghívóba, hogy pénzt kérni nem ér. Hát. <laughs> Úgyhogy egyelőre, egyelőre ennyit mondok erről. Um, térjünk rá az első és fontosabb kérdésre, hogy mi a te történeted, ami a gyergyói VSK-t illeti, hogyan kerültél te képbe? a Városi Sportklubnál? Hát én, hogy hogy kerültem képbe, azt nem tudom. Uh, Annyi tudok, hogy ezt a, hogy mondjam, ezt a VSK vezetését, ezt körülbelül én hallottam 5-6 évvel ezelőtt, hogy rám gondoltak, uh -huh. és akkor aztán nem lett semmi belőle. Annak idején még sportreferensként is hallottam a nevem, de abból se lett soha semmi, nem keresett meg senki, én nem mosolyogtam egyet rajta. Most, amikor hallottam még négy-öt másik személlyel a nevemet, akkor ugyanúgy mosolyogtam, hogy jó, hát ez plegyka a város, ez van, nem lesz ebből semmi, és különösebbképpen őszintén mondom, nem is gondoltam arra, hogy most én ilyesmivel foglalkoznék. És ott lepődtem meg, amikor ponyaralásom voltunk a családdal, és két személy is fölhívott telefonon gratulál, és akkor megkérdeztem, hogy mi ez. <gül> <gül> és uh, akkor mondták, hogy mire mit hallottak? Hát mondom, hogy velem még nem beszélt senki. Uh -huh. És utána volt egy ilyen beszélgetésem a polgármester úrral, őszintén megmondom, akadémia ügyben beszélgettünk, és akkor Itt a kosárra kosárra Akadémiáról volt szó, igen, mert jött egy küldöttség miniszterelnökségről. Na, mindegy, zárója, bezárva. És akkor beszélgettünk, és ő mondta, hogy VSK-nak keresnek szemét, és nagyon sok mindenkit esetleg számba vettek, érdeklődtek, és akkor volt egy elsődleges beszélgetés evel kapcsolatosan. Hogy én, ha esetleg én lennék, hogy képzelném el, mind képzelném el, hát nem mondom állásinterjúnak, de egy beszélgetés keretén belül elmondtam, hogy körülbelül én, hogy látom az egészet. És itt ugye ideiglenes kinevezésű van szó, szóval mit jelent ez pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy ö, most azt hiszem, na igen, november 13-ig van ideiglenes kinevezés, utána majd lesz egy versenyvizsga, és akkor eldől, hogy ki lesz az, aki úgymond végleges lesz. Na, egyelőre ideiglenesen vagyok három hónapot. És ez az ideiglenes időszak, ez mit jelent teljes hatalmad van, úgymond idézőjelesen a VSK felett, vagy van, amit nem tudsz elvégezni ezekben a pár hétben, hónapban? Hát ez nagyon jó hangzik a hatalom, de <gül> <gül> nem, nem, hatalmaskodunk. Tehát elméletileg ugyanolyan jogköröm van, mint hogyha bárki lenne, tehát illetve hogyha végleges kinevezés lenne, vagy végleges állásfoglalás, foglalás, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de a lényeg az, hogy uh, ugyanolyan jogkörökkel rendelkezem. Elgyőlt már az, hogy novemberben a versenyvizsgál részt veszel-e, vagy sem, vagy ez most az elkövetkező időszakban derül ki, amikor felveszed a tempót itt a, a, a magára, gondolok? A legőszintébben azt mondom, hogy nem tudom. Uh -huh. uh, amikor ez szóba került, akkor otthon volt egy beszélgetés a feleségemmel, és azt kérdezte tőlem, hogy uh, tehát miért vállalnám el, uh -huh. hogyha elvállalnám. És elsősorban első az, hogy engem ismert régóta, soha nem érdekelt a pénz. Most nem azt jelenti, hogy ingyen fog dolgozni, Persze. de soha nem érdekelt a pénz, viszont azt mondtam neki, hogy kihívást látok benne. Rengeteg olyan ötletem van, elképzelésem, amit szerintem, a, szerintem jó tenne a sport sportéletnek, és ha maradok, ha nem maradok, én szívesen, én tatár előddel is úgymond jó viszonyban voltam, beszélgettünk sportról, erről, arról, tehát örökké véleményeket, véleményeket formáltunk, beszélgettünk vele is, mással is, úgyhogy ha maradok, ha nem, az ötleteimet szívesebben mondom. Az, hogy Maradok-e, vagy akarok-e versenyvizsgázni, ez nyilván a következő periódusban fog eldőlni, mert egy az, hogy ugye látnom kell mélyebbről, hogy mi az, amiben cseppentem, és a másik dolog az, hogy most én is próbaidőzök, hogy megfelelek-e, de ugyanúgy úgy gondolom, hogy velem szembe is egy picit a város, meg városvezetése kicsit munka, közösség úgymond már vizsgázik, de olyan rosszul hangzik ez, Igen. hanem én szeretném tudni azt, hogy megkapom ezt a támogatást, és azt ugye, az elképzelésémet végez vigyem, mert csak jégpálya, uszoda, meg labdarúgópálya üzemeltetésében nem vagyok érdekelt eddig volt rálátásod a VSK belső működésére? Említetted a hogy egyeztetével is jó ismerősök vagytok, vagy most azért most derül neki, hogy igazából a VSK mivel kell foglalkoznom? Hát az, hogy mivel foglalkozott eddig, azt részben sajtóból tudom, uh -huh. és most már elődött felhoztuk, akkor köszönjem meg neki is az eddigi segítséget, és remélem, hogy továbbá is fog segíteni és az eddigi munkáját. Megörököltem nagyon sok dokumentumot, amit ő készített elő, ami most mondjam azt, hogy a munkámnak felét, azt minimum felét megkönnyíti. És, volt na, rálátásod tehát akkor? Tehát rálátásom, a tehát igazából, igazából sajtóból volt, hogy körülbelül hány ember van, hogy van, mint van, ugye amíg lehetett, addig kiártam is mérkőzésekre. Úgy nagyjából tudom, hogy udvar, hogy néz ki. Van, amikor babakocsival arra sétálunk, az láttam tévébe, vagy az átadáson uh -huh. voltam ott, de úgy konkrétan nem láttam. Ugye sok minden történik Romániában sporterén, van sportiskola, van VSK, gondolok itt a városi sportklubokra. Mi a különbség mondjuk a sportiskola és a VSK között? Tehát a sportiskolát, az iskolás sportklubot, tehát ugye hivatalosan ez a neve, Igen. az iskolás sportklub az a tanúi minisztériumhoz tartozik. A VSK az tulajdonképpen a városnak egy alintézménye, úgy kell elképzelni, mint egy, egy múzeumot, egy könyvtárat, egy Értem. műveledési uh -huh. központot. És akkor itt sportágakat vagy sportklubokat foglal össze, vagy ezt adminisztrálja a VSK? Tehát ugye a gyergyői VSK alakításában, tehát az alapító okiratban benne van az is, hogy azért volt létrehozva a VSK, hogy segítse a helyi sportéletet, uh -huh országos és nemzetközi versenyeken. Na most pont ez az a kihívás, amit látok én benne, mert úgy gondolom, hogy ez az, ami az utóbbi időben nem igazán volt, arra, arra az egyre reflektálok, hogy egyetlen egy edzője van a VSK-nak. Tehát mindegy sportklubnak, hogy egy személye legyen, az, az egy kicsit, hogy mondjam, hát gáz. gáz. Igen. Na és akkor gondolom, amikor átvetted a VSK igazgatói posztját, vagy az ügyvezetését, akkor nem tudom, vannak prioritások felállítva, vagy mindent egyformán szeretnék kezelni te. Hát ugye mindent egyformán nem lehet, viszont én eléggé pörgős ember vagyok, és próbálok mindenhol lépést tartani, mert azt. Tehát én nem tudok úgy dolgozni, hogy na egy dolgot fogjunk neki, lezárjuk, és aztán majd három hét múlva, mert ugye adminisztrációról beszélgetünk, Igen. nagyon lassan mennek a dolgok. Akkor szinte amire befejezné valamit, arra kezdheted a legelsőt újból próbálok többsíkon dolgozni, tehát ugye itt említettem volt egy sajtótájékoztató, amikor megkaptam a polgármester úrtól a kinevezést, azon sajtótájékoztatón elmondtam, hogy négy síkon szeretném a VSK-t úgymond vezetni. Az egyik az ugye a meglévő sportbázisoknak a kezelése, tehát ja. ugye ami eddig is feladat volt. A másik az volt, hogy a támogatási rendszert, tehát az ilyen pályázatokat, meg egyéb partneri szerződésekben egy picit segíteni az élsportnak, illetve a tömegsportnak is zárójelesen. Üm, itt ugye most tegnap kiközöltük a nyertesekkel a Pályázati rendszert, amit még elődöm és egy bizottság döntött el, hogy ki mennyi pénzt nyer. Ezt kiközöltük, most hogy mondjam keresünk könyvelőt, mert sajnos a vsk most jelenleg nincs könyvelője, és anélkül meg van állva az élet. És ez a legnagyobb, ez a legnagyobb a baj, a... baj, tehát uh -huh. őszintén éjszaka is beleébredek abba, hogy vajon lesz-e könyvelünk? most már 8. ember mondta vissza, majdnem mindenkinek családi, meg egyéb személyes okai miatt és most már várok még hónap két telefont, hanem akkor nem tudom, be kell álljak könyvelni. Oh, yes. Isten, Isten mencs. Mm -hmm. És ez a legnagyobb prioritás, na de visszakanyarodva egy picit a gondolatmenethez, tehát ugye azt szeretném, hogy a VSK-nak ugye a sportbázisát azt működtetni kell, a másik a pályázati, illetve a partneri szerződések, pici segítségnyújtás a klubok fele. A harmadik, amit, amit gondoltam, az, hogy a tömegsport és e-sport rendezvényeket elindítani. Tehát ebből már van is három dolog, amit közeljövőben, nagyon-nagyon közeljövőben lesznek rendezvények. Melyekről van itt szó? Tehát az egyik az most szombaton 21-én lesz a helyi pingpong, a helyi asztali teniszklubnak klubbal egy ilyen együttműködés, és a sétáló utcában szombaton lesz egy 10-től 12-ig egy olyan érdekes program, hogy bárki, aki arra sétál, beállhat egyet kipróbálni magát a profibakkal. Lesz egy nagyon halk zene, csak szólok az ott lakóknak, hogy ne haragudjanak <laughs> ránk. Minket. Egy 10 órától 12-ig délelőtt lenne egy ilyen program. Természetesen a másik az, hogy a jégpályán szeretnénk jövő héten ugye elindítani ott is a kicsit a tömegsportot, vagyis a Lesz hosszú évek után publik. Úgyhogy Aha. jövő héten szombaton, 28-án, 6 órától várunk mindenkit szeretettel, úgyhogy addig a korcsákat mindenki készítse elő, élezze, úgyhogy lehet jönni. És gondolom ezt a járványügyi intézkedések megengedik, tehát nincsen semmi Természetesen, és uh -huh. nyilván ott is lázat mérünk, meg betartjuk a helyi, a, az országos rendeleteket. A Korisuliról mit lehet tudni? Ezt majd ősszel újraindítanátok? E, Korisuli programot igen, ott pont ma volt egy beszélgetésem Bodo Anna Marival, és ott is, tehát nyilván most nem az a leges, legfontosabb, de mondtam neki, hogy a amikor beszél a tanítónőkkel, hogy az órarendeket megcsinálják a kisiskálásoknak, akkor mindenképp tegyék be, mert lesz korisúri program. És az Uszodáról mit tudni? Meg lesz nyitva szeptemberben, mondjuk suli kezdése, vagy ez még? Kényes kérdés. Ez ugye Romániában élünk, adminisztrációs problémák. Az egyik dolog az, hogy ha jól értesültem a polgármester úrtól, akkor a belső, tehát hogy mondjam, a a géppark, Igen. az még nincs a város tulajdonában, tehát ezt még nem kapta meg a város. Na most, ha a város az mind megkapja, ezt tanácshatározattal bevételezi, másik tanácshatározattal átadja a VSK-nak, tehát addig még én a VSK-ról, illetve a, a Zusszadáról annyit tudok, hogy szépen. Oké, okay, rendben, van. de hát reménykedünk azért szeptemberre, tehát ősszel megnyitódik az úszoda, és akkor gondolom lesz ott úszás oktatás, ugye? Tehát nem csak a nagy közönség használja, hanem mondjuk az iskolákat is bevonja. Tehát be. ugyanígy, ahogy mondtad a korisuli program, az én elképzelésem az, hogy a, a korisuli és az úszó iskola meg Tánc-labda játék, oktatás is legyen, tehát így megpróbálnánk átfogni a nulladiktól a hatodik osztályig a fiatalságot. Nyilván ez nagy szervezési kér gond, tehát nem olyan könnyű megoldani, ja. viszont amíg a klubokkal nem tudtam beszélni, a például a táncoktatás vagy labdajátékokat képviselő klubokkal, addig ez most így zárójeles, mert lássuk, hogy ki mit vállal be, és látnak-e fantáziát benne a kollégák. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben a Gyergyó -Szent Városi Sportklub új vezetőjével, Kercsó Zoltánnal beszélgettünk itt a Mix fm és a Fény Televízióban. Köszönöm Zoltán, hogy befáradtál, és akkor további jó munkát. Köszönöm szépen. Tisztelt nézők, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is a fénytelevíziót választották. Jövő szombaton újra jelentkezünk a Sport Hét című sport összefoglaló műsorunkkal. Horváth Gábort látták, hallották, vigyázzunk egymással, kellemes hétvégét mindenkinek, viszontlátásra!